Ezen a hétvégén Tevelen játszott a Bonyhádi labdarúgó klub. Az első félidőben megszerezte a vezetést, amit a második félidőben a Tevel csapata szépíteni tudott. A hajrában azonban a dobogós Bonyhád erőfölénye megmutatkozott, így további két gólt szerzett, mellyel eldőlt a mérkőzés. Ezzel a győzelemmel a tabella élére állhatott Bonyhád csapata, mivel két riválisa a hétvégén vereséget szenvedett. Thank you.
Fölval a kezem, hozd meg! Az első fél időben sok helyzetet kialakítottunk, végig mi domináltunk.
sikerült is megszereznünk a vezetést, de ez mellett számos nagy helyzetet is elhibáztunk. Ugyanakkor a Tevel is szervezetten jól játszott, abszolút a mérkőzésen, teljesen a mérkőzés végig kellett koncentráljunk ahhoz, hogy megszerezzük a mai győzelmet. A második fél időben, ahogy kijöttünk, egyből megkaptuk a gólunkat is, de nagyon jó dolog, hogy egy-egy után tudtunk újítani, és voltak nagyon jó egyéni teljesítmények a mai mérkőzésen is a csapatban, akik eldöntötték a 3 pont sorsát. Azt nem tudom, hogy a Majos mit játszott, szeretünk magunkkal foglalkozni. Nyilván megköszönjük más csapatoknak is a segítségét, hogyha esetleg a riválisunk ellen pontokat tudnak szerezni, de elsősorban szeretnénk mi a saját meccseinkre koncentrálni, azokon jól játszani, és hogyha ezt abszolváljuk, akkor úgy gondolom, hogy elérhetjük a céljainkat. Jövő héten a Dombovárt fogadjuk, ugye a Dombovár is ott van még lőtávolban, attól függetlenül, hogy több pontot hullajtott már a tavaszi szezon során, mint mi. Abszolút rangadó lesz, mint ebben a megyei első osztályban nincsenek lefutott meccsek, látjuk a mai Tevelt is teljesen jól játszottak, visszaálltak, védekeztek, abból próbáltak kontrázgatni. Nekem tetszett, amit csináltak, és gratulálok is a Simon Józsinak, mert én azt gondolom, hogy jól össze van akkor ez a Teveli csapat. A jövő héten a Dombovárra játszunk, megpróbálunk hazai pályán mi dominálni, érvényesülni, és reméljük, hogy ez ismét győzelemre vezeti a csapatot. Hát az első fél időben a Roland Góáig úgy éreztem, hogy nehezebb mérkőzésünk lesz, de amikor rúgta a Rolcsi a gólt, utána úgy éreztem, hogy simább lesz, mert kitámadtak és több lehetőségünk adódott. Majd jött a szünet, a második fél időben a Józsi cserélt egyet, azt hiszem, hogy kettőt, amiben még jobban kinyíltak, több lehetőségünk adódott a középpályán, aztán úgy sikerült kétszer betalálnom. Jókor jöttek a gólok, egy újabb feladatot teljesítettünk, jön a következő összecsapás, amire ugyanúgy készülünk, és szeretném megnyerni a bajnokságot. A mérkőzés úgy gondolom az első fél időben egyáltalán nem volt jobb a Bonyhád, mezőnyjátékban nem múltak minket felül. A második fél időben kiki játék volt, és a helyzet kihasználás döntött. Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzésen a Bonyhád megérdemelten nyert. A saját gólomról pedig a szöglet után egyedül maradtam, és be tudtam pofozni, amivel érdekesebb lett a mérkőzés. Sajnálom, hogy egy-egynél nem sikerült gólt szereznünk, pedig ott volt egy nagy kapufánk. Miből jövő héten mindenképp nyernünk kell, hogyha előrébb szeretnénk végezni. Célunk a dobogón végezni, hogyha ha minden jól megy. Az első fél időben visszaálltunk kicsit védekezni. Megvártuk, hogy mit tud nyújtani a bonyhádi csapat. Ugye a második helyen álltak a mérkőzés előtt. Mi úgy gondoltuk, hogy az első fél időben kicsit feltérképezzük őket, és megpróbáljuk megúszni gól nélkül, ami sajnos nem sikerült. És így a második fél időben kicsit jobban ki kellett támadnunk. Ugye ki is egyenlítettünk, egy-egynél még volt egy zicserünk, ott úgy éreztem, hogy nekünk áll a meccs. Kicsit jobban is mentünk, úgy érzem, mint a vendégcsapat. Azonban egy szélen való támadásból kaptunk egy gólt, mivel 2-1 lett a mérkőzés a bonyhádi csapatnak, majd szabadrugásból kaptunk még egyet, amivel 3-1 lett. Ott igazából el is dőlt a mérkőzés. És hiányérzetem van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, úgy érzem, hogy egy döntetlent megérdemeltünk volna. Ettől függetlenül gratulálok a vendégcsapatnak, és kívánom, hogy nyerjék meg a bajnokságon. A jövő heti mérkőzésünk is egy nehéz mérkőzés lesz, mert kötelező győzelemnek tartanám, megyünk Akasra, ott vendégszereplünk. Hát ugye a fociban a kötelezők a legnehezebbek, de a csapat úgy érzem, hogy fiatal, jó a közösség, úgyhogy bízom a játékosaimban, hogy mindent megteszünk a győzelem érdekében.